1952. június 7-én ünnepelték először Magyarországon a pedagógus napot. Ez alkalomból adták át a kiváló tanítói és tanári okleveleket. A hagyománnyá vált esemény az idén rendhagyó módon zajlott. A járványhelyzet miatt csak szűk körben ünnepelhették meg a tanítókat, tanárokat ezen a napon. Egy rendhagyó pedagógus napi köszöntőn vagyunk túl, hiszen ebben a járványügyi helyzetben úgy tudtuk megoldani pedagógusaink köszöntését, hogy mindenhova eljutottuk a város köszönő emléklapját, illetve egy kis ajándékkal is megleptük pedagógusokat, független attól, hogy a városi óvodán kívül azért a II. Géza gimnázium, illetve a Kanizsai Dorottya általános iskola már nem a város fenntartásában és működtetésében van, de nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy a pedagógusokkal tartsuk a kapcsolatot, hiszen azért a bátaszéki gyermekek tanulnak itt, aktívan részt vesznek a pedagógusok és a gyerekek is a város életének különböző területein, rendezvényeken, eseményeken fellépnek. Így fontos számunkra, hogy megköszönjük pedagógusnak alkalmával az ő munkájukat. Egy rendhagyó időszak, hiszen az elmúlt 3 hónapban egy érdekes pedagógiai módszert kellett kifejlesztenek. Egy érdekes helyzetben kellett fenntartani a gyerekeknek a figyelmét, és átadni mindazokat a tudásokat, amelyek szükségesek, hogy teljesíteni tudják ezt a feladatot. Itt is szeretném megköszönni a pedagógusoknak, hogy helytálltak ezen a területen. Megköszönni természetesen kicsit a szülőknek is, mert egy kicsit ők is végeztek pedagógiai munkát. A Kanizsai Dorottya általános iskolából 2 pedagógus búcsúzik a pályától. Majer Istvánné igazgatóhelyettes elmondta, hogy 48 évet töltött az általános iskola falain belül, 8 évet diákként és 40 évet, mint tanító. Megszépülnek a dolgok, tehát ami konfliktusa az embernek volt a gyermekkel, vagy a gyermeknek a tanítónénivel, azok mind eltörpülnek, mind szépé válik. Elmondta, hogy nem könnyű a pedagógiai pálya, de ha valaki teljes szívvel csinálja és szereti a gyerekeket, megtalálja, amit keres. Mindig a gyereket, tehát önmagához mérni. Önmagához mérni a fejlődését, és megtalálni minden gyermekben azt a pontot, ami ő neki a legtöbbet ki tudja hozni. Nem könnyű feladat, mert minden gyerek egy egyéniség. Tehát nagyon nehéz feladat megtalálni a gyerekben azt, ami neki örömet okoz, amiben ő tehetséges, amiben ki tud emelkedni. Nem biztos, hogy az tanulmányi tér lesz, lehet, hogy az egy kézművesség, lehet, hogy az egy testneveléssel kapcsolatos sportolási, de meg kell találni minden gyerekben. Az ember ugye visszagondol, és hát amikor még picike volt, akkor az első élmény az óvoda volt. Akkor óvónéni szerettem volna lenni. Akkor jött az iskola, megismertem nagyszerű pedagógusokat, és attól fogva tanítónéni. És ez nem változott. Simáné Szűcs Éva Emma fejlesztő pedagógus elmondása szerint küzdelmes 40 éven van túl, de megérte harcolni. Kezdetben úgy gondolom, hogy nagyon szép, sok örömet, sok boldogságot adtak a gyerekek, de ahogy az évek egyre múltak, úgy én úgy gondolom, hogy egyre küzdelmesebb és nehezebb lett. Hát legszívesebben talán arra az időszakra emlékszem, amikor kis létszámú első osztályba tanítottunk kolléganőmmel, komáromi Jutka nénivel, iskola otthonos formába, ez egy tökéletes volt, és így csapott meg végül is annak a szele, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeken szeretnék minél többet segíteni, és ezért pályám derekám felén úgy döntöttem, hogy velük foglalkozom, és gyógypedagógiát tanultam, és ezután fejlesztő munkát végeztem 2000-től. Tehát pályám első része tanítóként, tehát második része fejlesztőként, gyógypedagógusként. De én még az elmúlt időszakban is vágytam vissza a tanításra, mert a fejlesztő munka nagyon küzdelmes, nagyon nehéz, gyötrelmes, de nagyon szép, nagyon nagy kreativitást igényel a pedagógustól, és végül is
ha egy-egy osztályba elmentem helyettesíteni, az nagyon-nagyon jól esett a lelkemnek, hogy egész osztállyal tudok dolgozni. Simáné Szűcs Éva Emma elmondta, mindenben támogatta az iskola, hogy sikeresen tudja végezni új, fejlesztő pedagógusi pályáját, minél többet tudjon segíteni a hátrányos helyzetű gyerekeknek. Több pályázatot is nyertek, amivel a szakirodalmat és a fejlesztő játékparkot is gyarapították. Az igazság az, hogy a 40 év az elrepült, mint egy szempillantás. Nagyon készültem rá, az egyik szemem sír, a másik szemem nevet, illetve átfordítva, mindegy. Most egyenlőre lezárom végül is. Jól esik a pihenés. Sok volt az állandó taposómalomba benne lenni. Nem zárom ki, hogy még egy kicsit azért kitekintek, illetve újra vissza találok majd. Egy jelmondatom van. Erős akarat minden akadályt legyőz, ezt próbáltam a gyermekekbe is beletáplálni, de én vallom, hogy ez így van, és ha ezt szem előtt tartják, akkor ez lenne az üzenetem. Az üzenet a jövő gyógypedagógusainak szól, akik egy nagyon szép, ám küzdelmes szakmát választottak. A pedagógus társadalom 5 tagja idén úgymond leteszi a lantot és elköszön, hiszen élnek az a lehetőséggel, hogy a 40 éves jogviszonyt befejeztével, vagy elérésével befejezik a pedagógiai munkát. Ebből az alkalomból megköszöntük mind az 5 pedagógusnak, hogy 40 éven keresztül szolgálták, illetve elvégezték a feladatukat, segítették a különböző korosztályokat, hogy tudást megszerezzék, és egy kicsit segítették és szolgáltak a várost. A Kanizsai Dorottya általános iskola tanári kara Majer Istvánné igazgató helyettestől és Simáné Szűcs Éva Emma fejlesztő pedagógustól, a II. Géza gimnázium tanári kara Horváth Jánosnétól, Krammerné Geringévától és Neihartné Gyarmati Erzsébet igazgató helyettestől búcsúzik.